Már a vidáman végzett közös bemelegítés előrevetítette, amit a Petőfi Gimnázium testnevelője, Toderóné Rejdő Rita vezényelt, hogy itt az evangélikus általános iskola udvarán egy olyan kis-nagy futózsembori tör ki perceken belül, amivel az elsősorban megcélzott alsó és felső tagozatos petőfis diákok a testnevelés órákon és az iskolai sportfoglalkozásokon nem találkozhattak. A hangulat, a helyszín, a körítés miatt. A Gyermekekért Alapítvány tavaly indította el ezt a jótékonyságú célú rendezvényt Bonyhádon. Pedagógusként tudjuk azt, hogy nagyon fontos az egészséges életmódra nevelés, és nem csak a gyerekek, hanem a családok körében is. Mi szerettünk volna egy olyan programot létrehozni, amely az egész családot, a kis, óvodás kistesótól, az iskoláson, a szülőn keresztül, a nagyszülőkig megmozgatja. Itt mindenki talál kedvének, életkorának és edzettségének megfelelő rendezvény. És a harmadik oka, amit én személy szerint nagyon örülök, az az, hogy amióta evangélikus iskola lettünk, azóta nagyon fontos lett itt az iskola vezetés szemében az, hogy olyan rendezvényeket csináljunk, amelyek a gyerekeknek élményt szereznek. De nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekeket az egészséges életmódra neveljük, és talán ezt nem 14 éves korban kell elkezdeni, hanem minél fiatalabban, ez nem kell pedagógusnak lenni, hogy tudjuk. És hát nyilván bedolgozunk ilyenkor a gimnáziumnak is, hogy a jó sportolókat is meghívjuk, és őnekik is teremtünk még lehetőséget. A polgármesteri hivatal, a Bonyhádi rendőrkapitányság, a helyi sportegyesületek közül a Bonyhádi Karate Klub a maga lehetőségei közepette anyagilag vagy más módon külön támogatta a Gyermekekért Alapítvány rendezvényét. De valójában minden résztvevő hozzájárult ahhoz, hogy gyűjjön a pénz az alapítvány kasszájába, amit az utolsó fillérig az evangélikus iskola tanulói javát szolgáló módon forgassanak vissza. Alapítvány kasszája gyarapszik a nevezési díjak által, egy gyereknek 500, egy felnőttnek 1000 forint volt a nevezési díj, és valóban vannak még egyéb támogatóink is, aki, mint az önkormányzat, az AC, és még sok egyesület, aki támogat és anyagilag is megsegít a rendezvényt. Először a legkisebbek rajtoltak, az ő távjukat életkorukhoz igazítva suli körökben mérték. Egy sportudvari kör 200 méter, és a 400 méteren már kettő ilyet kellett teljesíteni. Fokozódott az érdeklődés az 1 kilométer rajtjánál, itt már a futóedzésekre járó fiúk, lányok is bekapcsolódtak a bizonyítási vágytól vezérelve. 5 percet sem kellett eltelnie, már is megérkezett az 1 kilométer abszolút győztese Garai Gergő. A fülke léptő kisrác már atléta palánta a Petőfiben, és számított rá, hogy megnyeri ezt a versenyszámot. Beosztottam az erőmet, és a végén mindenkit lehajráztam. Aha. Mit mondanak a tanárbácsik, hogy gyors vagy, vagy nagyon jól bírod idővel? Hát azt mondják, hogy gyors vagyok. És milyen távot képzelsz el? 1 kilométer, 2 kilométer? Mi a kedvenced? Szeretsz futni rövideket, 100-at, 200-at? Hát szeretek futni rövideket. Mert? Miért jobban, mint a másikat? Mert ott, ha az elején hajrászok, akkor ott általában jobb szoktam lenni. Az 5 kilométeres táv volt az utolsó szám, de aki egyáltalán nem futott, az is találhatott számára valamilyen mozgás lehetőséget. Össze lehetett a kellemest a hasznossal kötni, egészségügyi szűrések is zajlottak a délelőtt folyamán. Az utolsó versenyszám attól lett érdekes, hogy több középkorú felnőtt is beszállt a versenybe, személyes jó példát mutatva az ifjúságnak. Például Szabó Tibor alpolgármester, aki vagy 20 év lustálkodás után vette rá magát a rendszeres futásra, miután 5 kilométert ma már lazán bármikor teljesíteni tud. A gimnazista koromban még a maratont is lefutottam. Most azért ez az 5-10 kilométer az még belefér a komfortzónámban, akár minden nap. Azért is szeretnék ma részt venni, hogy megmutassam, hogy hát nem biztos, hogy csak a diákoknak áll jól a futás, nem biztos, hogy nekik csak a legfontosabb ez a mindennapi testedzés, hanem nekünk idősebbeknek is. Tavaly a jótékonysági futónap anyagi hozományaként egy iskolai játszótér épült. Az idejéből nem terveznek mást, mint azt, hogy jövőre a tanév végéig még egy ilyen vagy ehhez hasonlatos versenyt újra megszervezzenek.